Egy próbán vagyunk. Verdi Stiffilio című darabjának koncertszerű előadására készülnek a zenészek és az énekesek. A Stiffilio Verdi keveset játszott, kifejezetten nehéz darabja. Rendkívüli erőlétet igényel, és nagyon-nagyon-nagyon igényes zenei képzettséget és hangi képzettséget. A címszerepet játszó Hector López Mendoza operaénekes Mexikóból érkezett. 2004 óta a Bukaresti Nemzeti Operában vendégeskedik, de nálunk sem először tűnik fel az opera színpadán. A tenor is elismeri, hogy Verdit énekelni nem könnyű. I think it's difficult for any kind of voice. You have to be in a good shape, technical, but you have to also to have a mature. That in matureness is just with age. Nothing else. Christian Balde, a karmester, a világszinte valamennyi jelentős zenekarát dirigálta már. Hatalmas repertoárja kiterjed az operákra és a szimfonikus műfajokra is. A New Yorki Metropolitan ugyanolyan ismerős számára, mint a Magyar Állami Operaház. This opera had a very strange history because it has a religious subject, and in those days in Italy, those subjects were very, very much censored. Verdi had to fight with the censors, and finally he realized that the way he wanted to present the opera was not possible. And so the opera was almost disappeared and was not performed for almost 440 years. Stiffilio egy lutheránus lelkipásztor, az ő mondhatni viharos, válással végződő házasságáról szól a darab. A házasságtörés és a válás 19. századi botrányos megítélése végül arra kényszerítette Verdit, hogy 1850-ben színre vitt művét 7 évvel később, hosszas gondolkodás után átírja, Aroldo címen. Az Aroldo tulajdonképpen elbukott, ma már nem játsszák az operák, azonban különleges alkalmakkor a Stiffiliót igen. Az opera tele van mély érzelmekkel, belső háborúkkal, megbocsájtással, de az érzelmes történeten túl számos más ok is van, amiért Verdi egyik legkülönlegesebb korai operái közé sorolják. Nagyon élvezzük, nagyon mindenki lelkesedik, mert csodálatos zenei anyag. Tehát nagyon gazdag, de egyszerűen nincs benne egy olyan rész, ami ne lenne túlfűtve zeneileg, ami ne lenne maximálisan kidolgozva, maximálisan megtöltve minden lehetőséggel. A több mint 140 évig nem játszott művet 1992-ben Philip Gossett, amerikai zenetudós vette újra elő, és Verdi kéziratai alapján elkészítette az úgynevezett kritikai kiadást. Eszerint a verzió szerint ismerjük ma a művet, amelyet 2019-ben színpadi előadásban is láthat majd a hazai közönség.